Van itt valaki? Halló? Stét. Hallgatok, gyertek be! Na jó, hát is maradhatnak. Nem, nem, jöjjenek, csak ide kezdünk. Jó estét mindenkinek, szervuszok, szép estét, gyertek be, mert hogy kezdünk, mi vagyunk a hotel végtelen, és itt vagyunk mind a hárma jelenleg a stúdióban, ahogy ezt már megszokhattátok, egy gyors bemutatkozást kérnék. Sziasztok Vilma! Szervusz, itt Viola, és itt van velünk még és valaki, vagyunk, is itt van. No, bár lehet, hogy nem jött rá senki, de Vilma ma igazoltan távol van, csős tendőjel szólították, úgyhogy jövő héten... Feltétlenül jövő héten fogunk vele találkozni. Nem, jövő héten nem lesz. Még akkor sem? Nem. Ha nem, akkor utána? Utána. Na mindegy, szóval még júniusban. És ezért ma ketten fogjuk levezényelni. Ma ketten. Te olvassál már fel egy viccet, rögtön kezdjünk azzal, aztán megalapozza a hangulatot. Igen, igen. Na, mondok címeket, és mondd, hogy melyiket olvassam fel, hogyha valaki nem tudná, mit csinálunk most éppen. Hát egy őrült rádió műsort vezetünk, de valójában vicceket fogunk felolvasni nektek. Végig, két órán keresztül. Szóval választhatsz, hogy cirkuszi medve, paksi magyaró, vagy két betyárt körtemegy a sivatag. Hát inkább legyen a cirkuszi medve. Jó, cirkuszi medve. Aztán. Cirkuszi medve egy mutatvány közben a porondon megszül. A nézők tapsolnak, azt hiszik, ez is a só része. Elképesztő jó viccek ezek. Hétről hétre egy, jó viccek vannak é, ezen a blogon. Olyan csiszolódik a Kohinor ehhez képest, egy kavics. Kár, hogy nem így mondjuk, hogy Kohinor, valójában Csahinár. Csahinár? Az így is van. egy A ah, Honnan most felolvastunk, ez a kultvic.blog.hu Tessék meglátogatni, minden nap egy új vicc kerül föl erre az oldalra, és ez valójában a humor fokmérője, tehát hogyha ezeket a vicceket ti viccesnek találjátok, akkor van humorérzéketek, ha nem, akkor sajnos még erre gyúrni kell. Igen, akkor még van mit fejlődni. Mondok elérési lehetőséget. Akartam is mondani, ha valaki esetleg opponálna, akkor hogy teheti azt meg? A reflektálna bármire, ami a műsorban el fog hangzani, akkor... Akkor magát a következő SMS számon. <laughs> akkor garázsírozzon a rádió elé, és a következő SMS számon üzenhet nekünk SMS formájában. 70-es, 70 76995, 70 vagy telefonon ez, ez a beszélő, tehát a verbális része 35 39 451. Ez utóbbi nem mobil, tehát ez 35 39 451. Ezen, ezen lehet telefonálni, mi látjuk, nem halljuk, de látjuk, hogy hív, és természetesen nem veszük fel, csak okunk lesz rá, de okunk pedig nincs, tehát de nyugodtan meg lehet próbálni. Ha a világhálón kerestek minket, akkor a Facebookon megtalálhatok Hotel Végtelen Rádió műsor néven, illetve hotelvegtelen.hu a honlapunk. Mi lesz ma a témánk, Gábor? mai témánk egy egészen érdekes és szokatlanul kifacsarható téma, valamit valamiért ez a, ez a velős címe. Gondolom a Facebookon, már esetleg az oldalunkon, aki ismeri, már megnézte, hogy miről fog szólni. Ugye az ember élete, bármennyire furcsa, olyan dolgokról szól, hogy csinál valamit, és, és csinálnak vele valamit. Általában ezek üzleti relációban bojlanak, bonyolódnak, tehát, hogy valami. De a legegyszerűbb például, hogy dolgozol és pénzt kapsz érte. Igen, hát ez a legegyszerűbb, vagy dolgozol és nem kapsz érte pénzt. De hát még a, párkapcsolatok is, is, még a is olyanok, hogy valamit adsz, és cserébe kapsz a partnerettől. Most ideális esetben szoktak ilyen bárgyú dolgokat mert szeretetet adsz, meg, meg, ragaszkodás, meg szóval, tudod, ilyen, ilyen elvont fogalmakat, de hát ez, ez, nem így működik. A férfi pénzt ad, a nő pedig kimos a ruháját. Tehát ennyiből áll a, Mármint kapcsolat. A hát, nem majd a férfiét, hát persze. Ennyiből áll egyszerűsítve a kapcsolat. Kicsit komolyabbra véve minden, minden, dolog valamit valamiért elven megy. Sőt, hát nem is csak a kapcsolatokban, hanem a hétköznapi viselkedésben, majd ezt végig fogjuk taglalni, hogy, hogy a legegyszerűbb első randi is tulajdonképpen a valamiért valamiért. Pont ezt akartam kérdezni, mondjuk itt hogyan lehet behozni, becitálni azt a sokat emlegetett szituációs példánkat, hogy az első randira történő meghívás mondjuk a fiú részéről. Tehát ott, ott mi a valamit valamiért? Hát maga a meghívás, tehát hogy a férfi ember esetleg ideális esetben meghívja a hölgyet, aki rábolint, ez, ez egy áll, dolog. Mind. Igen, már hogy a, a kérés egy egyelőre csak nem a férfi ember, azt majd később. Tehát elmegy, hozz, elmegy, a megbeszélt helyre, és ezáltal elkezdődik az a valamiért, valamit valamiért akció, amiben később esetleg egész életünkben részük lesz. Beülnek egy hangulatos reszóba, kocsmába, kocsma teljesen mindegy valahova, ahol is a férfi ember meghívja a hölgyet italokra, vagy esetleg ételekre, hát attól függ, milyen helyre ültek be. Kérdezhetném joggal, hogy miért? Tehát miért ülnek be olyan helyre, ahol, ahol ő valaki elkö, elkötelezi magát, illetve egy szívességet tesz a másiknak? Hát azért, mert itt kezdődik a valamit valamiért. A férfi ember ugyan nem azt mondja, hogy ő azért hívta meg a hölgyet, mert hogy hogy ő most le akarja itatni, vagy meg akarja vásárolni kilóra, vagy valami. Igazából egyikük sem így gondolja. Mégis ez a, ez a valamit valamiért, ez egy gesztus. És itt most előhozom azt a dolgot, amit már egy pár adásra ezelőtt megtettem, de még mindig furdalja az oldalamat a kíváncsiság, hogy miért van az, hogy csak teljes egészben tudunk gondolkodni, vagyis, hogyha mondjuk egységnyi pénzbe kerül a, 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 a vacsora, ezer forint a nő adagja és 1000 forint a férfi adagja, és a férfi azt mondja, hogy ő fizeti az egészet, akkor a nő azt mondja, hogy oké, okay, köszönöm szépen, egy gavallér Így van. És mindenki happy. De hogyha a férfi azt mondja, hogy fizetem a sajátomat és te is a tiedet, lehet, hogy a nő nem fog megsértődni, mert úgy gondolja, hogy mindenki fizeti a sajátját, egyenjogoság van, még ez is beleférhet. Viszont, hogyha a férfi azt mondja, hogy fizettem a sajátomat, meg a tiedének a felét, vagy a háromnegyedét, de csak a negyedét fizes, vagy a felét attól függően, akkor lehet, hogy furcsán fognak ránézni, de vajon miért? Hát hiszen ő így többet adott, mint hogyha csak a saját. Hát persze, beszállt a el. másiknak a kajájába. De ez körülbelül olyan, mint, a, mint amikor az iskolában a gyerek hármast kap. Tehát eh, erre mondta annak idején apám, hogy vagy kapjál ötöst, vagy kapjál egyest. A hármas az azt jelenti, hogy elkezdtél ugyan tanulni, de aztán szartál az egészbe, és úgy, ahogy volt, körülbelül fél után abba hagytad, és hát majd lesz valami elven ez is olyan, hogy ha nem fizeted ki az egész fogyasztását a hölgynek, nem törvényszerű, ki kell fizetned. De ez már milyen, hogy beszállsz, tehát nem üzletfelek vagytok, meg nem kollégák. Na, erre mondom én, hogy miért csak az egységnyit tekintjük egésznek ebből a szempontból, miért nem lehet azt mondani, ilyenkor a nő miért nem mondja azt, és most a hallgató lányokhoz fordulok titokban, hogy hát de gavallér ez a jóska, mert hogy az 1000 forintomból csak 473 forint jut rám, és a többet pedig ő kifizeti. Én nem tudom, hogy a hölgyek ezt hogy fogják majd esetleg megválaszolni nekünk, hogy mire gondolnának ilyenkor. Én arra gondolnék, hogy... Hogy, hogy most, ez hülye? Hát ez hülye. ez szóval vagy 500 forinton szutykolódik, hát akkor ne hívjon meg egyáltalán, vagy fizesse ki az egészet. Tehát most itt ne szarozzunk aztán utána, meg esetleg én hívom vissza. Tehát itt, itt nem pénzről van szó effektíve, hanem arról van szó, hogy, hogy a gesztus. Tehát olyan gesztus nincs, hogy... Ez olyan, mint amikor találsz egy részeget az úton, és akkor jelöget neked, hogy segítsd fel, és akkor felhúzod úgy, hogy térden állva, azt ott hagyod. És akkor nem állítottad fel, ezt ott a térden. Nem jó a példa, mert hát nem kéri a nő, hogy fizest ki a Hát nem, hanem... csak hát te hívtad. Tehát ez a gesztus, hogy... Tegyük ő... fel, hogy közösen beszéltétek meg. Tehát hát, azt mondom, hogy nem lenne gond az, hogyha mindenki fizeti a saját részét. Az nem lenne gond. Viszont, viszont a férfi meg azt mondja, hogy én fizetem a saját részem, plusz a a 34%-át valamiért. A férfiakban van egy ilyen ö, téves képzet, és a nők is ezt a maximálisan megerősítik, hogy amennyiben egy férfi randira hív egy lányt, akkor az a nő tesz neki valamilyen szinten szívességet. Tehát, hogy, hogy nem, nem is, hogy szívességet, nem jó szó, inkább ő enged, tehát ő ad valamit, ő adja magát és elmegy a randira, ezért első körben a férfinak a valamiért kategória az, hogy ő fizeti a fogyasztását, mert hogy ő hívta, és hogy a nőnek amúgy eszébe se jutott volna elmenni. Hát jó, de hát ezt tudod, milyen már így. Hát ez van, ez van, sokan így gondolják, tehát hogy elmentem vele randira. A férfi sosem mondja, hogy elmentem egy csaj randira, hanem elhívtam. Igen, ezt figyeljetek meg, kedves hallgatók, ilyet ez egy férfi soha nem mondta, hogy én elmentem a randira, hanem elhívtam, eljött. Úgy-úgy, tehát eljött velem, mert hívtam. Tehát valamilyen szinten becsökösödött hagyomány ez még, hogy a kapcsolat későbbi részében elképzelhető, hogy liberalizálódik a dolog, de első körben mindig még az az elfogadott formula, hogy a férfi szokta az esetek nagy százalékában elhívni a nőt, aki hajlandó elmenni, cserébe ő ad valamit, tehát elmegy, és cserébe valamit kap. Azt, hogy meghívják, megetetik, megitatják, hizelegnek neki, dicsérik a szépséget. Azt gondolom, azt gondolkodom, hogy hogyan lehetne még így részekre szedni egész dolgokat. Tehát, hogy milyen olyan van, ami sértő lehet, hogy ott csak a felét kapod meg. Hát én, én olyanról hallottam, hogy... Ő eszembe jutott még egy, hogy vacsorát készít a férfi, Igen. és kiszedi a tányérre az adagot a nőnek, is nagyon ízlésesen szépen, és akkor azt mondja, hogy húz egy van, hogy idáig, ideig megeheted. A többi felárás. Nem, olyan ismerősöm volt, aki erősen abstinens, tehát nem iszik soha alkoholt, ezt a szó azt jelenti egyébként annak, aki nem tudná. Elhívott egy lányt randezvúra, és akkor beültek tényleg egy nagyon jó helyre, ahol is a férfi rendelt magának baracklét, meg egyéb ilyen leveket, és a hölgy mondta, hogy ha ünne egy, egy kólát, meg egy béliszt, vagy valamilyen snapszerű Bélis. valami. És akkor azt mondta a férfi embernek, én ezer is az arca, amin órákig rögtük, mikor elmesélte, hogy mindent fizetek, amit fogyasztasz, kivéve az alkoholt. Mert én nem iszom alkoholt, és ez halál odavágta, és ezen ezen isten arccal még tovább vedelt, és a srác tényleg csak az üdítőket nézett neki, mondta, hogy az alkohol számoljuk külön. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük, Találjanak ki valamit Kérjük, találjanak ki valamit Jó estét kívánok mindenkinek ismét Itt vagyunk, folytatjuk a Hotel Végtelen című Műsorunkat, ami a ti kedvenc Műsorotok, magazin. és magazin És ebbe a műsorba SMS-t Költök nekünk, 70-es 70-60-995 Ez nem véletlő volt Így mondva, mert hogy Ez kötelező Egyben ez a példa barátok között működik, szóval az egyik SMS voltam olyan szituációban, amikor nem volt nálam elég pénz, és jó volt, hogy egy hölgy barátom kisegített. Igen, persze, na, de hát ez egy teljesen természetes dolog, hogyha éppen nincsen nálad pénz, és akkor ezt megmondod, akkor segítenek. Hát persze, um, de mondjuk az a hölgy ugyanaz. barátod, akit először látsz életedben, és feltett szándékot, hogy este úgy ledöft, hogy nem tud lábra állni, az azért valószínű, hogy hülyén veszi ki magát, hogy első körben azt mondja, hogy nincs nálam pénz, és fizessen, mert nem mintha... Feltehetően nem törvényszerű, hogy egy nőnél ez, ez presztis kérdés, hogy te otthon felejted a pénztárcát, vagy nem, de mindenképpen a, a, a dolog romantikáját egy picit meggyalázza. Nem tudok jobb szót találni rá. Hát ez attól függ, Hülye hogy hogyan, ki. hogyan közlöd ezt a hírt, mert bepánikolhatsz, de lehetsz laza is. Persze lazán is lehet, tehát nincs abban bűn, hogy azt mondod, figyelj, Tényleg ott hagytam a pénztárszád, most vagy is megvársz. Eski. Vagy megvárzik hogy hazaszaladok érte, vagy kivizetsz, és holnap megadom. Mert még azt mondja, hogy jó, hát... És akkor még utána, még te okoskodsz, hogy gyere fel hozzám, és jó, megháglak, tehát, És odaadom a pénzt. Itt a valamit-valamiért dolog elcsúszott egy kicsit, tehát itt, itt, itt bármennyire nem ez az ára, hogy ő lefeküdjön veled aznap este, hogy te fizeted a fogyasztását a, a vendéglátóban. Ennek ellenére ez, ez szerintem nem fog jól kijönni. Az, hogy, hogy meghatározott, hogy az alkoholt fizeted csak, vagy csak az alkoholt nem fizeted, és a többit igen ez lehet egy olyan elvi kérdés, egy, a, ami esetleg egy nőnél, aki, aki bírja az ilyen határozott, és mondjuk így, ez én, ez szerint kicsit tapló, de lehet nézőpont szerint határozott férfiakat, azt mondja, hogy milyen szép dolog, hogy ő nem iszik, hát nekem se fizeti. Ez van. Ez majdnem olyan, mint amit én mondtam, hogy X összeget áll belőle. Hát pontosan, nem, hát csak itt így nem rinna. lehet előre kiszámolni, mert, mert mondhatja hogy a nőre, hogy akkor nem iszik alkoholt, és akkor mindent fizetned kell, érted? De mondhatja, hogy csak alkoholt és akkor egy hát, filére bele fog játék lána, igen, tehát akkor lehet így, így átejteni emberkéket. Ez a, ez a, valamit valamiért egyébként nem véletlen alakult ki az emberekben. Ez már gyerekkorban kezdődik, még az a gyerek szülő viszonylatában. Ugye kiskorában a gyerek természetesnek veszi, hogy őt etetik, ruházzák és iskolába járták. A ruházzák alatt öltözködést És össze jelentük, visszaverik. Tehát, hogy a gyerek ugye fel sem tudja fogni, hogy itt, itt ő el van tartva. ennek ez természetes, hogy ugye neki nincs pénze, tehát nem tud mit venni, főzni, nem tud, iskolában nem találod -e egyedül, tehát ezt csinálják vele, és amíg, amíg ő erre rákényszerül, mondhatnám, nem akart ő megszületni, de ha már megszülték, akkor csinálják végig vele, és, és tudomásul veszi, eddig nincs is gond. A gond akkor van, mikor a, a gyerek már tínézserkorú, korú, vagy annál esetleg idősbb, de még kiskorú, vagy fiatalkorú, hogy jól esik, és akkor elkezd saját elvei szerint próbálkozik ide-oda menni, esetleg pénzt kér, dolgokra, és akkor jön, hogy melyik szülőben nem merült fel, gondolom annak idején, legalábbis én visszaemlékszem a gyermekkoromra, hogy, visszacsinálná hogy, a... hogy azt mondja, hogy elmegyek ide meg oda, és jövök majd éjfélkor, és akkor mondja az apja, hogy anyja, hogy tízkor. De ne tízkor, mindenki éjfélig van, én is éjfélkor jövök. És akkor jön a duma, hogy amíg itt laksz, amíg az én kajámat eszed, amíg itt zabálsz, amíg én tartalak el, addig azt csinálod, amit mondok. Nagyon helyesen. Itt teljesen jogos egyébként. Ennek ellenére mindegyikünknek nagyon rosszul esett, és akkor mindenki mormolt az először, hogy meg elmegyek itt, el meg, meg dolgozni fogok, és az nem első a többségnél azonnal. A... és lesz pénzem, azt lesz harom, hogy miket mondtok. Ő mindenkiben felmerül természetesen, holott a, a, a racionális magyarázata megvan. Való igaz, hogy a fi, ö, férfi. A szülő egy bizonyos kor után mivel fogja meg a gyereket? Nem tudja mivel megfogni, hát most azt mondja lepofozlak, lepofozlak, leüti az apját és akkor még ott a baj. Tehát van egy pont, amitől nem tudsz mit csinálni a gyerekeddel, ha lesz, és akkor marad az, hogy egy magyarázat magyarázatszerű, hogy én adok valamit, tehát itt laksz, fűtünk, megkapod a ruhát, esetleg meg is etettünk, vagy itt a ruha alatt testi ruhát értek, cserébe csinálod, amit mondunk, amíg ezt az állapotot... És akkor egy idő múlva, amikor a gyerek azt mondja, hogy egész felnőtt vagyok, dolgozom, pénzem van, eltűnt ez a módszer. Tehát ha valamit valamiért ott már hát maximum szeretett, hogy a tisztelet marad. Addigra már, már, egy picit megkomolyodik gondolom. Hát, hát, vagy ha nem, vagy akkor nem meg már, már onnantól maradt. fogva ennyi. Igen. Foghatatlan, így van. Egyébként nagyon sokan, nagyon sok embert ismerek, akik már javában nagykorúak, tehát még jócskán, jócskán elmúltak 18 évesek, szülőkkel laknak, értem szembe hol laknának máshol, és még mindig bepróbálkoznak velük, hogy amíg itt laksz. Akkor azt már nem mondja, hogy amíg az én kenyeremet eszed meg, amíg izé, hanem amíg itt laksz. Tehát már más nincs, mert ugye a kaját megveheti magának. És nagyon sok szülő csodálkozik ilyenkor, hogy a gyerek egy idő múlva beroncsizik, és azt mondja, hogy akkor elmegyek, és két hülye haverjával kivesz egy albérletet, vagy, vagy bemennek egy elhagyott mészégető kemencé, vagy valami, csak hogy ne kelljen ezt hallania. Drága szülők, akiknek ilyenkorú gyerekük van, ne csináljátok. Ezzel ti nem fogtok erőt fitoktatni, ellenben sikeresen elűzitek majd a gyerekeket otthonról. Mint alpélda, fölértük ide a munkahely és a pénz, meg a stb. mellé azt, hogy idő. Hogy az idő hogyan kapcsolik ez a valamit valamiért? Ez, uh... Hát a munkahelyet vegyük először, mert ugye a munkahely sajnos az a, a, az, a legalapa, az mindig hogy a valamit valamiért. Persze, hiszen hát azért dolgozol, hogy legyen fizetése, is Na most nem ennyire egyszerű, ez lehet egy rossz munkahely is, ahol, ahol rosszak a munkakörülmények, bunkó veled a főnököd, rosszabb időbeosztásod, alacsony a fizetésed, de nincs más lehetőséged. Ilyenkor, ilyenkor lenyeled ezeket az úgynevezett problémákat, és, és, cserébe megkapod mondjuk tisztességesen minden hónapban azt a, azt a, hulladék kis fizetést. Ez a, ez a valamit valamiért minősített esetet. Tehát te mindent benyelsz, tűröd a bunkoskodást, tűröd a, Hajnalban hát, mert a fagyfő, vagy. Mert nincs nem teheted se. meg. Ilyenkor a, a valami, amit ő ad, tehát a munkahelyed vagy a munkáltatód, az csak simán a natur hulladék és fizetésed, és a valami, amit te adsz, az meg minden. Eltávol innen szabadulnak az emberek, ha tudnak. Jó, hát mondjuk ez az alap, de az idő, az idő hogyan jön bele a képe, ebbe a valamit valamiért? Hát arra is gondoltunk, hogy van, aki annyira nem dolgozik semmit, hogy csak az idejét kell megfizetni. Tehát amit nem tölt otthon. E... <laughs> Tudok olyan munkáját is. Vagy pedig nem dolgozik, következésképpen nincs is pénze, mert mondjuk nem gazdag, meg nem örökölt semmit, nem így hogy hát, a a de viszont, de van, viszont ideje. van ideje. Hát abból nem lehet jól lakni. Lehet, hogy nem lehet jól lakni, mondjuk annyi pénze lehet, hogy van, vagy annyi tartalék, hogy, hogy bizonyos hónapig még úgy elérdegél, és akkor lehet, hogy úgy gondolkodik emberünk, hogy rádobja ezt a pár hónapot arra, hogy megéri az első regényét. Hát, ha biztos magában, akkor ez még jól is kijöhet. Biztos magában, de korán sincsen garantálva a siker. A siker sosem nincs garantálva, de általában Na jó, tudok olyanról is. Például, ha nem mindegy, nem mondok semmit. A... Az hogy, az, hogy annak idején, mikor volt egy időszak, amikor nem volt tisztességes munkám, és jött egy... De tisztességtelen volt? Hát, hát az lett lehet. volna, de azt nem vállaltam annyira. És mondta a srác, hogy van egy nagyon jó kis munkahely, reggel 9-től 11-ig kell csak dolgozni. Ó, oh, mondom, ez nagyon prappás, és mondott is egy ehhez mért fizetés, tehát egy olyan törben negyede volt az akkori fizetéseknek. És mondtam, de ember, hát te hülye vagy, hát de hogy élek meg? De most nem, de most ne azt nézd, azt mondja, annyi, azt nézd, hogy két órád van, az összes többi időt szabad, azt csinálsz, amit akarsz. Hát de ember, hogy inkább dolgoznék nyolc órát, és akkor és akkor legalább a szabad időmben tudnék valamit költeni magamra. Tehát én már munkaadók között is ismerek olyat, aki megvarol a győződve, hogy lehet, hogy nagyon keveset fizet, viszont nagyon kevés időt kell bent tölteni. Ezzel senki nincs kisegítve, még most szólok. Hogyha az emberi kapcsolatokat nézzük, akkor valamit valamiért működhet kvázi alkuként, hogy, hogy mondjuk első vagy akár hanyadik randin elkezdenek beszélgetni, és kijukadnak oda, hogy, hogy, mondjuk valamelyiküknek van kutyája. Igen. De a másik vagy allergiás a kutyaszörre, vagy vagy mondjuk nem szereti a kutyákat, és akkor azt mondja az egyiknek, hogy el kéne tüntetni az evet, hmm nagy, nagy jó, az lepasszolni, vagy valami, és hát akkor cserébe én nem fogok inni többen, nem tudom, tehát hogy... Hát a, lehet ilyen megállapodásokat Hogy megalkudnak kötni. Ilyen, ilyen dolgokkal kapcsolatban. Általában hogy... az erősebb fél diktár ilyenkor, tehát... Össze... Nem fizikailag? Hát lelkileg, de akár fizikailag is. Tehát összejössz egy lányjal, és neked mondjuk van egy nagyon szép macskád, és ő azt mondja, hogy te nagyon megfelelsz neki, marha jó nő, és mindenben rendelkezésed áll pusztán allergiás a macska szőre, tehát vagy A. nem fog oda költözni soha, B. akár el is hagy, C. temész mindig hozzá. Ha kis lemek, egy kicsit. Ja nem, nyugodtan. Ez egy ilyen műsor, az emberek köhögnek. Szóval az a helyzet, hogy a munkámban beindították a légkondit, miáltal a kollégáim fele taknyanyála befolyik, és mindenki bereket, és gyűlölöm a légkondit, és minden lékondi szerelnek üzenem, hogy azonnal hagyják abba a munkát, és ne csinálják tovább. Förtelmes egy találmány az ember is, atombomba lehetőleg szarabb dolog, ami létezik. Na mindegy. Tehát... Viszont ilyen. van egy D-verzió is, hogy azt mondja, hogy rendben a macskát holnap átköltöztetem a nagyihoz, de valójában nem teszi meg. Hát mi? Ha nem elbújtatja, igen. És akkor csaj meg ott izé fulladozik minden este, <laughs> szekrényben a macska kirögdös a mérgébe a szörnyét. Igen, ez a valamit valamiért, ezt egy ő, saját munkámból is tapasztalom, hogy egyre többen jelennek meg úgy, hogy az állatot el kell passzolni, mert feleségem, férjem nem bírja, fél tőle, gyerek születik és nem bírja, a szőrét feltette nem fogja bírni, sose értettem meg. Hát döntsük el, hogy mi van, végső esetben valóban az állatnak mennie kell. Én már hallottam olyan, is, aki azt mondta, hogy inkább az állat marad. 70-es, 70-60, 995. A hotel végtelen történő bejelentkezéshez kérjük használják a következő SMS számot. 0670 70 60 995. Folytatjuk a Úgyhogy úgy, Úgyis úgy, úgy, folytatjuk, és a témánk még mindig valamit valamiért. Az Edgály után, ha valaki megkérdezné, mi volt ez a nagyon jó kis együttes. Nos, tehát ott tartottunk, hogy a szülő-család-gyerek viszonylatot már úgy rendezgettük, de végül is ez a valamit valamiért a legérdekesebb, ugye a munkahelyen kívül, ahol, ahol adódik, mert minden munkahely valamit valamiért alapon működik, a kapcsolati tényezők. Tehát, hogy ahol előjönnek azok a fajta dolgok, amikor az ember azt mondja az utcán, hogy na, ezt megvették kilóra, meg össze a kocsi árát, meg stb. úgy szoktak ilyen jóindulatú dolgokat mondani, meg lehetősen a vagy... De vagy... ilyet csak akkor mondanak, hogyha van rá bizonyíték, nem? Persze, még ugye, Jó. Az, még habzik a szája, persze, nem? Nem, hát általában ezt úgy megszokásból szokták mondani az emberek, a, a valamit valamiért kategória. Tehát, ha egy mondjuk egy olyan 65 körüli kicsit megrodjant de jól öltözött úriember egy olyan 25 körüli, igen-igen formatervezett bombázó hölgyel sétál be való a kézen fogva, teljesen egyértelműnek veszi mindenki, hogy valamiért, valamiért elven, a hölgy megkapta a seggel az autót, a lakást, a, az eltartást, a pénzt és a, a, korlátlan lehetőségek hazájába került. Ez a, ez, a, ez a valami, és valamit adott érte ő, gyakorlatilag magát adta, hogy aztán hűségesen vagy nem hűségesen, azt, azt nem nagyon lehet megállapítani, Lényeg az, hogy ő úgy döntött, hogy vállalja azt, hogy az utcán a népek lepökik, és azt mondják, hogy ó, hogyha eladtad magad kilóra. Ő ezt kapta cserébe, és ezt adja cserébe. Hát ennyi van. Hogy aztán jogos-e ez, ez a felvetés, hogy általában, mert ez egy általánosítás, hogy jogos-e, mert én el tudom képzelni, hogy egy, egy 70 éves ember is lehet egy... Hát mondjuk annyiban nagyon... semmiképpen nem jogos, hogy kinek mi hozzá, viszont hát valószínűleg igaz. senkinek valószínűleg nincs, tehát valószínűleg igaz. Nem fogja... Nem törvényszerű. Nem törvényszerű, ez, mondom, hogy valószínűleg. Az esetek nagy részében valóban igaz. Mondjuk nem csak idős emberekre, tehát mit tudom én, megjelenik egy hatalmas cédes terepjáró, egy hatalmas, kigyúrt, kombárfejű, rendkívül brutális külső férfi ember egy törékeny formás csajjal érkezik, aki félve osonkodik mögötte. Feltöltően nem a szerelem inspirálta ezt a kapcsolatot, hanem az, a hogy... Félelem. A, a félelem. Akár a félelem, akár szintén az anyagi javak, vagy függés, vagy az Isten tudja micsoda itt a valamit valamiért egyébként regulázni is lehet. Én azt hittem egyébként, hogy arról fogunk beszélni, hogy úgy valamit valamiért, hogy mondjuk emberünk végig gondolja magában, hogy a vele szemben ülők lárik a csinos, de nagy a feje, nem annyira okos, viszont nagyon kedves. Hát, ja, akkor, úgy, a, hát akkor, akkor mondjuk, hogy billenjen a mérleg felé, hogy oké. Okay. Igen. Ja, hát ez egy nagyon érdekes része. Valóban erre még nem is gondoltam. Tehát amit a férfi ember ugye elmegy mondjuk nyaralni egyedül, vagy egy ilyen céges megbeszél, hogy hogy mondják, ez brainstorming, vagy csapatépítő, csapatépítő tréning. tréningre. Ugye, és kiszúrja az egyik kolléganőjét, akit eddig csak ugye a kosztin látott, vagy, vagy irodai munkaköpenybe, vagy valami, és így nézegeti ebéd közben, hogy egyedül van a kolléga, hát, és egyedül Meg, ki, van. meg se ismerem. Azt mondja, hogy ne, ne, nem, is olyan rossz nő ez. Tulajdonképpen már hát, kicsit karika a lába. No, ez egy dolog. Meg, meg, laposka. Viszont az arca nagyon szép. Hát a foga kiáll. Na most akkor az ember végez egy ilyen összegzést, hogy egy pár kérdéssel bemelegíti a hölgyet, aki, és, és rájön, hogy a hölgy tulajdonképpen... halála? adná on, magát. Adná magát éjjel. Tehát különösebb erőfészítés nem kell. Ilyenkor az ember félrevonul egy sörrel egy ilyen kis az üdülő, vagy mit tudom én, a brainstorming helyének valamilyen elhagyott sarkába, és végig gondolja, hogy valamit valamiért. Azt mondja, karikalábú, kapafogú és laposka, elemen szép az arc, és hagyja magát. Hát akkor valamit valamért valamiért. Ráadásul most itt vagyunk. Itt a lehetőség, egyedül vagyunk. Alsó szarfalván, és akkor lesz a brain storming. <laughs> brain lesz a storming, <laughs> ugye? A brain. Úgyhogy azt mondja, hogy jó, valamit valamiért. Nem nagyon tetszik, viszont ingyen van ajándékban, és soha többet nem tudom megcsinálni. Ilyenkor a valamit valamiért elvúgy van, hogy hát, ko neki. Hogyha nem is kategorizálja be, a a szereplő emberünk, ne csak már Kálman. Az igen. A én is adottam, hogy én úgy általában, viszont mondjuk tényleg egy elhagyatott helyen vannak, akkor ott fölállít egy sorrendet az ember, hogy itt ki a legjobb nő, vagy, vagy ilyen nincsen. Hát, vagy aki hagyja magát. Nem tudom, én még ilyen szituációban azért nem nagyon voltam, de logikusan én gondol Ha gondolj egy kirándulásra gondolják, hogy rájön szituáció, akkor. Ez az ember, legalábbis a férfiak nők nevében nem tudok nyilatkozni, a férfiak felállítanak természetesen egy, egy nagyon összetett és nagyon bonyolult ö, sorrendet. Végülis ugyanarra megy ki az egész, csak különböző szempontok szerint. Egyrészt az ember már a buszon, ha mondjuk buszos osztálykirányosról beszélünk, akkor végig gondolja, hogy kik azok a nők, akik egyáltalán számításba jöhetnek arra, hogy, hogy bármiféle petting, egyepetje, orál, anál, vagy bármi, ami, ami esetleg az est folyamán kialakulhat, ők ebben partnerek. Egyből a félosztály kiesik már lányok egy része, mert azt mondja az ember, hogy ezek biztos még nem. Na, hát marad mondjuk nyolc lány, akik feltehetően hajlandóak. Akkor az ember úgy gondolja, hogy végig veszi őket sorban, hogy melyik hogy néz ki, mit nézünk ki belőle, mennyire volt kedves hozzám, és egy igen bonyolult akár Excel táblázatban is rögzíthető valamit összeszed. Hát az okos telefonok világában már Ideális esetben kiszúr egyet, aki minden szempontból megfelel ráhajt, és akkor az nem fog összejönni. Tehát valahol a láncemel elgyengült és elpattan. Akkor jön a kapkodás, hogy gyorsan mindenki rohan fűhöz, fához, hogy ki az, aki még hajlandó ma este. Ki, ki, az, aki még fent van. Kinek nincs megzol, ki az, akinek nincs pasi otthon, és esetleg nem hűséges, ha van. Tehát ezek a, ezek a dolgok. Ilyenkor a valamit valamiért színvonala ő, nagyon gyorsan csökken. Tehát az elén felett egy ember egy hatalmas mércét mondjuk legyen száz. És lejjebb adja az ah Ahogy fogynak a, Hogynak a lehetőségek, lassan már 20-nál tart, meg 10 -nél. aztán már nullára is elmegy, csak valami történjen. Ilyenkor a úgynevezett minőségi esés történik a, az elvárásokban. Ennek van valamilyen szakkifejezése? Hát, hogy érted ezt? Hát, a, szó, ahogy mondom, tehát, hogy van-e valami szakkifejezése, erre, tehát amikor az ember alába adja a lécet, szokták -e ezt mondani másképpen? Hát egy szakkifejezést tudok, régen keresztapámmal, mikor mikor elmentünk néha az erdőbe és akkor találta keresztapám, mit tudom én, egy ilyen kidobott műanyag, ezt a marmon kannát, vagy hogy hívják? Mormonkannát. Vagy mormon, igen, ezt a mormonkannát, és akkor fölvette, és én kérdeztem gyerek fővel, hogy ez, minek? Mondta, hogy nem, fiam, elviszük a piacra, hogy szaré, hogy eladjuk. Na most ez a szaré, ugye ez volt ekkor egy számomra egy ilyen, ilyen mértékadó dolog, hogy ez valami nagyon olcsó lehet, mert, vagy, vagy nagyon drága, most nem tudom pontosan. Tehát a, 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 sokáig nekem általános iskolás koromban is végig a szarér úgy érez egy ilyen et ez volt Ez egyébként a nagyapád hát foglalkozása? Keresztapám. Igen. Nem, valami vízvezetékkel foglalkozott, nem tudom pontosan. Mindig munkáját. kimentetek hát, mormonkal. az erdőbe mindig sétálgatni, mert én szerettem az erdőben élni, és mindig szerettem, mikor vadmalacokat, vad, mutatott nekem, meg őzeket. Sose mutatta, de mindig mondta, hogy ott van, én sose láttam, de mindig rohantunk utána haza. Utóbb rájöttem, hogy általában akkor mondta, hogy jön a vaddisznó, mikor már nagyon unta és ment volna haza. Ja, azt hittem, hogy és én rohantam elő, féltem a vaddisznótól, meg röhögve jött utánam, de megbocsátom neki ezt a kis és kis, trükköt, mert az életben nem jutottunk volna, még most is ott lennénk az erdőben. De hogy az a szarér úgy volt nekem egy ilyen kategória, hogy ez a valamit valamiért beillesztésben ez hogy működne, ez azt jelenti, hogy az ember annyira leadja, hogy már gyakorlatilag minden mindegy. Tehát itt a valamiért valamiért minden mindegy kategóriát surolja. Tehát nincsenek elvárások, nincsenek felkínálások egyszerűen csak a tény van, hogy valamit szeretnék valamit csinálni. Ez gondolom, hogy nem mindig észszerű ez a dolog, ez a valamit valamiért, de, de le, rá lehet szólni a másikra, hogy hülyeség, amit, amit elcsinálják. Na, mire gondolok? Arra, hogy mondjuk emberünk hazamegy egyik nap, és azt mondja, hogy halmozódik a lottónyeremény, van 80 ezer forintunk, amihez havi szinten kettő tudunk félrakni, tehát lakásunk nem lesz ebből. És a számláinkat se nagyon tudjuk kifizetni. De az még úgy éppen, hogy mit szólnál hozzá, hogyha ezt a pénzt kivennénk most? Is, most és ott kertes kertes vidéket akarlik, és lottókat vennénk az egészből. Előfordul, előfordul. Ez is a valamit valamiért, csak ezt, azt szokták mondani, hogy egy lapra tesz fel minden. Mert most mi történhet? Hát, ha valóban az a 80 ezer hát semmire eséllyel, nem elég. Jó eséllyel elbukják. Hát valami lesz. Én ezt nem csinálnám meg, de vannak emberek, akik belevágnak az ilyen dolgokba ellenben a, a, még akartam ezt a valami sodrá, sodrába kerültem ezeknek az eseményeknek, hogy ja igen, mikor az ember úgy nagyon fiatal, hát relatív nagyon fiatal és nagyon szerelmes, akkor csinál olyan dolgokat, hogy ő, hogy ő azt mondja, hogy hát valamit valamiért, és a külső szemlélő számára ez teljesen illogikus, irracionális és abszurd. Mire, mire, gond, mire gondolhatok? Mire gondolsz? Arra gondolok, hogy az ember nagyon szerelmes lesz egy nőbe, mondjuk aki mondjuk tegyük fel, hogy iskolás az ember, meg már dolgozik, vagy főiskolás, vagy valami, tehát gimnazista, nem is iskolás, gondoltam konkrétan. És azt mondja a hölgy, hogy figyelj, holnap nekünk évzáró van az iskolában, tehát, tehát tízkor már kész vagyok, és egyik napot, egész napot Tíz együtt tudnánk tenni. Az ember tudja, hogy neki dolgoznia kell, vagy valami. Azt mondja, nem. Előző nap szabadságot vesz ki, otthon letagadja, mert tudja, hogy nagyon vernék. Óriási Üzék küzdelmek árán fizetés nélkül is szabadságot kap, csak mert azt mondják, hogy rendes szabadság. Nincs, vállalja a kockázatot, hogy kirúgják, vállalja, hogy, hogy mindenféle botrány az belőle nem kapja meg a fizetését, de akkor is megteszi, csak azért, hogy tízre oda mehessen, imádottja elé az iskola, az hazakísérés, egy napot el, eltöltsenek együtt. Ez a, ez a valamit valamiért minősített eset, amikor az ember olyan ostoba dolgokat csinál, hogy senki nem tudja megmagyarázni, miért csinálja azzal szoktak magyarázni, hogy szerelmes vagyok, meg nekem megéri. Ha jobban belegondol, logikusan nem érte meg, mert, mert délután is találkozhattak volna, de neki úgy, úgy érezte, hogy ez, ez, most nagyon fontos, és erre van az a magyarázat, hogy valamit kaptam ezt a nőt, és valamit adtam érte, ott hagytam majdnem a munkahelyem, kicsináltam a főnökömet, elléptem otthonról, és elvesztettem a pénzem. De nagy dolog. Srácok, lányok, írjatok hasonlókat, hogyha van példa erre az életetekben. 70-es, 70, 60, 995 az esmes számunk. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük... Ö... Találjanak ki valamit! Kérjük, találjanak ki valamit! Úgyis van, folytatjuk a hotel végtelent. És még a nagy nagy előtt, tehát van egy kizáró blokkocskánkunk, arra, azokra a dolgokra gondoltam, hogy itt megemlítjük, és ezzel fogjuk majd folytatni a, a 11 óra után, hogy a kezdeti nehézségek és valamit valamiért után, az a rész következne igazán, amikor már együtt vannak az emberek. Legalábbis egy ideje már egy párt alkot a férfi és a nő, és akkor derülnek ki olyan dolgok, vagy olyan olyan ö, tulajdonságok, amiket ö, az ember mondjuk elítélne, vagy nem veszi jól néven, vagy, vagy egyszerűen de csak odáig zavarja. De nem tudta. Odáig nem tudta, mert nem volt szituáció, Aha. hogy kijöjjön, és akkor ö, ilyenkor van, aki leül, és végig gondolja, hogy hát ez most nagyon szar. Ellenben, ellenben viszont minden más nagyon jó, tehát akkor valamit valamiért alapon, hát ezem elsiklom. Mire gondoltam? Gondoltam arra, kicsit a példa, de gyorsan elmondom, nem olyan vészes, nem volt egy barátom, frissen, frissen felszedett barátnőjével a Balatonon. Egy pár éve volt, 15 éve körülbelül. És lementek, és visszajött a Balatonról, kipirul, mind a ketten szépen lebarnulva. És láttam, hogy ilyen kicsit olyan elégedett az arca a, a, a srácnak, de az nem, nem az a tökéletes valami. És kérdeztem, hogy mi történt, nem volt jó, vagy nem volt, hát de jó volt, meg jó éreztük magunkat, meg rendes, meg, meg rendesen ettünk, meg szórakoztunk, meg fürödtünk, hát akkor mi nem tetszik. Hát volt valami, ami, de gondoltam, szexuálisan valami, nem, 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 abban se volt különösebb gond. Akkor nem értettem, és azt mondja, hogy elmentek este egy ilyen szavatéri hangversenyre, és teli volt ilyen apró moszkitokkal a levegő, mint a muslinca vagy, hát amikor ott és és, nem, muszli, tehát ez nem, az csíp. Ma, maszlinka? És akkor és, és, bementek abba a szabatéri helyre, és... Várj egy, egy pici pillanat! Bementek erre a szabatéri... Bocsánat, elnézést, csak egy te te technikai mm. probléma volt. Tehát bementek erre a szabatéri szórakozó helyre, és hát a hölgynek állítólag berepült az orrába egy ilyen, egy ilyen muslinca-szerű rovar ami különösebben nem kellett feltűnni sehol. Nagy, nagy tömeg bácsorogtak, néztek a, a, zenét. Meg De a... senki nem vette észre, vagy kivette ezt észre? Hát ő, ő vette észre, gondolom, aki az órában repült. Hát ő nem vette észre, és azt látta, hogy a lány elkezdett kicsit turkálni az órában. Ez még úgy különösebben nem ütötte szíven, hát ki nem fikázgat. <laughs> és úgy álltak a pár százan, és azt mondja, hogy egyszer csak kihúzott a hölgy az órából egy akkora cuccot, hogy bungee jumpingozni lehetett volna vele. Tehát, és ezt ugye sokan látták, többek között ő is. És akkor így mellesleg egy miért nagyot Miért csinált egyébként? Hát, mert a kereste a rovart az orványában. Jó, zsebkendő. Nem tudom. Na most ez volt a gond, hogy ő elmélázott ezen, hogy hát ez elég undorító volt. Viszont a nő még mindig jól néz ki, és tulajdonképpen most nem történt semmi olyan, ami, ami, amit nem gondoltam volna pusztán. Ilyet még nem láttam tőle, hogy mit lehet ilyenkor csinálni valamit valamiért, túl jó a nő, túl rendes, túl aranyos, túl okos, ezt a kis szaknyozást elnézem lehet, tőle. hogy elnézi, de lehet, hogy soha, soha nem tudja elfelejteni. Igen, ez volt az ő gondja is, hogy valamit valamiért elven úgy döntött, hogy ezzel most nem hagyja azt a Balatoni egy hetet ő szerte cseszni. Ellenben valószínűleg, hogyha a szabadtéri moziba mentek egy ideig, vagy valami szabadtéri rendezvényre és rápillantott a következő időkben a barátnői rögtön azt vette észre, hogy arra gondolt, az merült fel benne, hogy csüngacuc. Tehát így most valamit valamiért. Ez az valami de... indián névnek hangzik. <laughs> Csüng kínai. Csüngacuc. Ja, csingacuc. Csüngacuc. A, a nagy, nagy fika, fika főnök. A fika indiánok főnöke csüngacuc. Köszönöm! És szörkereső az ő hűséges barátja. Na jó, nem erre gondoltam konkrétan. Tehát vannak valamit, valamiért elven olyan dolgok, amit az ember valóban nem felejt el a másiknak. Sőt, esetleg ki sem tudja törölni az agyából, vagy a retinájára ráéget. Igen, és az lehet, hogy nem egy olyan dolog, amit a, amiről a másik tehet, hanem mondjuk megtalálod a hasonló a szennyesben. És van rajta egy zebra és, a... és nem gondoltam. is kicsi, hanem így hanem nagy. egy szinte. Vagy, vagy, mondjuk nem, nem ilyen példa, hanem kint hagy egy verset az asztalon, amit ő ügyet, és tele van káromkodásokkal. És... <laughs> Oda szarhoz. <laughs> az a széve. Így indul, és ez még a le, legfinomabb sorak. Igen, hát mondjuk, de legalább verset akart írni, még se káromkodott. Ilyenkor azt lehet mondani, hogy jó, jó, de viszont aranyos és jól. Füld. Igen, és mondjuk, hogy tegyük fel, hogy ezt megemlíted neki, hogy ne arra, hogy találtam ezt a ordinári verset, na most komi van, és ő azt mondja, hogy én így vagyok szabad, én így élem ki magam, ez az én művészetem. Én így vagyok. Igen. És lehet, hogy tök igaza van, amúgy egy tök normális ember, csak bárhányszor hozzáfordulsz, ezt fogod látni, hogy óda a... Igen. Hát valamit valamiért most ekkor nekem kell mondanom, vagy elfogadod így, mert a negatív tulajdonságait elhalványítja az a maradék sok pozitív, vagy úgy érzed, hogy ez a valamit valamiért már nem működik, és akkor kész, kapcsolatnak annyi, és csak egy nagy csüngő fika, csak vagy mondjuk, egy ordenári mondjuk, vers, vagy nem egy Nem tudod elfogadni, marad vagy nem elfogadni, eszedben. hanem, hanem hogy tudat alatt is mindig ott lengedezik előtted, hogy, hogy milyen dolgokat ír ez a szép lány a papírra, vagy pedig, hogy ez a srác ez miért nem takarja le a boxerét a szennyesbe, vagy nem tudom, tehát hogy bármilyen, amit megtalálsz. Én csak, csak, azt tudom mondani, hogy a, ha őszintén és tényleg nagyon szeretik az emberek egymást, akkor ezek a külső szemlélő számára éppenséggel nem túl szalonképes dolgok, nekik már fel sem tűnnek. Hát mert ugye azt mondja, hát így szeretem, szarosan, taknyosan, ordenárén, de hát mégiscsak az enyém. És akkor ez, ebben maradnak. Itt egy bizonyos szintű szeretetés és és, és, kötődés és vonzódás esetén az a valamit valamiért megszűnik. Nagyon komoly dolognak kell ahhoz történni, hogy, hogy ez az elv újra életbe No, elmegyünk nagy szünetre, utána jövünk vissza hozzátok. Uh, addig is mondok SMS számot 70 70 -95, 95. illetve a hotelvégtelen.hu n is írhatok nekünk. Úgy, úgy. Valamint a Facebookon hotelvégtelen rádió műsor. Ő, aki cínsat. olyasmi, olyasmi dologot tud esetleg és hajlandó is megírni, hogy hogyan vesztette el partnerét, tehát nem az, hogy hogy szerzett valakit, hogyan vesztette el partnert úgy, hogy ezt a valamit valamiért elvet próbálta érvényesíteni, és nem sikerült. Tehát olyan undorító dolgot csinált a másik, vagy olyan visszatetszőt, vagy arra. Az undorító, maradjunk az undorító. Vagy akár, de vagy taszítót, vagy ami jól esik. Ne, ne, csak az undorító. Hogy az ember azt mondta, hogy hát hiába szép, meg okos, meg szeretem, ez már azért sok, és úgy gondolja, hogy ez nyilvános, akkor írja már meg. Köszönjük szépen előre is. A következő műsorszám epilepsziás rohamot vagy deviáns viselkedést okozhat. A mellékhatások tekintetében kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét. Nagy szünet után folytatjuk a Hotel végtelen Rádió Kút, hallgatjátok a 99,5-ös Megahercen. SMS számunk a 70-es 70 60 995. Nézzük a beérkező üzeneteket. A mai műsorunk témája valamit valamiért. SMS-sel kezdjünk, vagy Facebookkal. Kezdjünk Facebookkal, Kezdjünk Facebookkal, jól van. Facebookon azt írta nekünk Béla, hogy üdvözlök mindenkit végre nyári szünet, és élőben tudlak titeket hallgatni. Már nyári szünet van? Ezek szerint igen, na de Béla, figyelj, hogy ha nincsen, nem lenne nyári szünet, akkor... Na, akkor is élőben tudná hallgatni, csak valószínű Béla arra célzott, hogy nem tudna én készség fennmaradni, mert holnap nem, oskola. De... de Béla valamit valamiért, tehát légy szíves a tanév alatt is, inkább menjél úgy az iskolába, mint a mosodszer, és ne tudjál figyelni semmire, de a keddet a szára. Kérlek szépen, jó? a Szára. Szára. Azt mondja, hogy a következő az most egy SMS lesz utána, persze visszatérünk még a Maja. Facebookra. is látszok, hol a Vilma? Vilma igazoltan távol. Másrészt mennyi pénzbüntetés kreáltok a rádiónak a durvább szavakkal? Üdv Petrov. A Vilma távol, ezt már mondtuk. Amivel a műsor 10 óra után kezdődik, és 18 éven felülieknek szól ebben az idősávban, de gyakorlatilag még sokkal durvábbakat is mondhatnánk, csak nem mondunk, mert a mi lelkünk olyan, mint egy hímzett asztali rozetta. rozetta, így mondjuk. Mi, mi nem vagyunk olyanok, hogy bármit mondjunk. Akár mondhatnánk is, sőt, akár ti is mondhatnátok, de nem mondjátok. Nem, nem, nem kreálunk vele pénzbüntet. És körülbelül annyit, mint amennyit mondjuk a Fort Ferlén levetítésért kapta mondjuk a Magyar Televízió este tíz után, ez ezen faszon megáll, meg ilyesmi azért se kap semmit, mi se kapunk semmit. Mi se kaptok. Lúj azt érte, hogy mióta hallom tőletek, hogy Facebook így, meg Facebook úgy, és csak most klikkeltem rátok felháborító. Hát az. Hát egyébként tényleg. De szóval ezt ne is, ne is elemezgessük, mert Csak most csekkolom, hogy Louis bejelölte minket, lájkolta minket, igen, igen, hogy megbocsájtjuk megbocsájt megbocsájt neki nem, ezt hova. most, uh, viszont ezt csak neki bocsájtjuk meg. Hát, hát. senki másnak tehát másnak nem igazán. Még, még, talán most éjfélig adunk határozott, hogy rájöttek De ez az, az utolsó. Minket. Ez az utolsó lehetőség. Na, már 506-an vagytok, azt hiszem, hogy... És <laughs> ebből a választás nem fog 20 nyerni, 20 de... <laughs> ember az én családom, <gül> <gül> a többi <történik álmáné. gül> <kabu izével> a profil <laughs> 40 kamu én reg. Jó, mehet tovább. Mehet tovább, és ugye valamit valamiért a téma. Arról beszélgettünk itt a szünetben, a klotyon, hogy, hogy mondjuk egy már működő kapcsolatban fölbukkan egy olyan dolog, vagy ember, aki, aki onnantól fogva zavaróvá kezd válni, például egy rokon, vagy valami hasonló. Mit hát tudom, két mi? dolgot említettünk gyerek. a Budoárban, hogy átüvöltöztünk egymásnak egyik kabinból a másikba. Ja, mert a Gábor a nőibe jár. Én a nőibe járok, mert perverz vagyok. Tehát több verzió van. Egyik, hogy mondjuk a szülők elviselhetetlenek toplákok, esetleg rondák, büdösek, irégyek, Bunkók rossz indulatok, föl... vagy hát ne sen, utálnak minket, tehát ez is előfordulhat. És ö, aztán, hogy van a másiknak, már a megismer megismerkedésről mondjuk van egy gyereke. Az még különösebben nem lenne probléma. De esetleg ez a gyerek olyan, mint Démien az, az Omenből, tehát, hogy, <laughs> hogy, hogy, ahhoz képest a Denis a komis egy minisztráns gyerek. Tehát ez is egy olyan verzió lehet, amit nagyon nehéz, és tényleg csak a valamit valamiért elven lehet elviselni. A harmadik verzió az, hogy kidről a másik múltjából valami. De most nem arra gondolok, hogy ordas Ribanc volt, vagy vagy esetleg tömeggyilkos, és csak amnestiával szabadult. Ha nem hanem... mondjuk megtalálod a, 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 a kiadott verseskötetét, ahol olyan, verses. ahol a, olyan a versek van, mint amikről vannak, már hogy, beszéltünk. hogy még ezért, Vion is elpirulna, vagy éppen nem tudtam, vagy Ódri Árpád, vagy hogy hívták. bejelöltek minket a Facebookon. Hello, Azt. Viktor! <laughs> 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 Na, akkor most, nem tudom, hogy letés kapunk. Na, tehát... Ez, a, ez ja, nem, ez, ez Viktornak Ja, azt hittem, hogy másik Viktorról beszélsz. <laughs> <laughs> Jó, mindegy. Hát akkor itt, itt maradunk a kódusboton Viktor, tovább. Laci, jelölgetnek minket szép <laughs> száma. János, nem? De, de, de. <laughs> akkor megvannak mind a hárman. Na, tehát akkor ő... Már most erre a lényeget. Tehát maradjunk első körben az, hogy a szülők, szülők rokonság elviselhetetlen. Lehetne mondjuk nekem akár egy barátnőm, feleségem, társam, teljesen mindegy, csak az eset szempontjából lényeges, akit én nagyon kedvelek, mindenféle tulajdonságait nagyon szeretem, és hihetetlen jól el vagyunk együtt. Ellenben meghív a szülőkhöz, ahol ott lakik még a nagypapa, meg, a, meg az alkeszt nagymama, meg, meg, két odvas veszett redves kutya, akit vasra kell verni, mikor bármi idegen jön. ráadásul. Na most, és minden héten meg kell náluk menetrendszerűen jelenni, mert különben áll a bál. Na most ilyenkor mi van? Hát el kell menni. Igen. Nagyon rosszul érzem magam minden hétvégén. szituáció, amiből, ami egy ilyen nagyon... Kellemetlen. Kellemetlen, mert... Ellenben, mert a, a, héten minden alkalom ünnep, minden nap ünnep, és, és, tök jó, hogy vele lehet, na de az az egy nap, az pokol. Ez, ez egy nap általában a hétvégére esik. Na most tegyük fel, hogy minden vasárnap vagy szombaton át kell menni a nyosodék, mondjuk így a aki ráadásul úgy fősz, hogy nyilat lehetne velem érgezni, olyan szar, ott van Apósod, aki az első pillanat már a kapuhoz négy láb érkezik olyan részeg, és utána csak izé 32-es baka vagyok én szívű dalokat ordít izé a fáskamrába, és minden pillanatban el kell venni tőle a baltát, mert lecsapkodja az ujjait, mert még nyáron is 15 aprít, ha berúg. Ott van a, a, család két kutyája, amelyiket nem tudta az orvos beoltani, csak puskával, majd vadak. Na most akkor ilyen körülmények között töltöd a vasárnapot, eléteznek egy, egy talicska moslékot, amit meg kell lenni, a sufni bordi taposod egy baltával, és a két és kutya És beállítanak munkával valamilyen És mezőn, akkor még meg is kérnek, hogy Segíts összeszedni a kutyaszart az udvarról, rág le egy picit a füvet, és vigyázz, ne rá a macskára, mert valahova nyolcat ellett, és nem szabad agyonverni őket. És akkor ez minden vasárnap megismétlődik. Igen, igen, valamit valamire elven kell gondolkoznod, hogy ezek után ne azt mondd, hogy figyelj nem megyünk többet anyádékhoz. És azt mondja neked a, a társnőt, hogy viszont oda kell menni, mert mégiscsak a szüleim. Na most ilyenkor mi van? Lehetsz, lehetsz egy picikét trükkös, hogy mondjuk arra egy halaszhatatlan programot minden szervezel Minden vasárnapra? Rá, beteget jelent, nem minden vasárnap, de mondjuk, mondjuk havonta van négy vasárnap, és akkor abból kettőt meg tudsz úszni, mégiscsak könnyebb kettő, kettővel. Hát igen, fele-fele szenvedés, ez való igaz. Már csak azt kell kitalálni együtt akkor a ráddal, hogy mit mondtok, hogy miért jöttök csak kétszer. Lehet azt mondani, hogy, hogy sürgős munkát kaptál, és minden vasárnap valami külön munkát végzel, és ezért nem tudsz jönni, ebben még talán bele is törődnek. De mondom, ilyen, szituációban van az egy is nagyon sok. Tehát ilyenkor az ember úgy érzi, hogy elvettek az életéből pár órát, mert a ház előtt kifújja magát, kihányja az evélet, és mehet haza boldogan, és akkor jó van. De itt nagyon erősen működnie kell az, hogy sokat kell kapnod érte idézőjelben ahhoz, hogy ezt elviseld. Üzenetek. Hány nektek van közöttök a Volt Partizán Bához? Üdv, MZ. Sose hallottam. Én nem. Nem. <laughs> Hogy ne lenne? Hát mi voltunk. Mi is hallgattuk, ez <laughs> a nagyon jó műsor volt. Mi voltunk egyébként, most más néven vagyunk, más rádión, de van hát közös. Nevet váltottunk hát nevet, nevet váltott ki Szívet Cserél. Így Hogy van. Szívet cserél ki, hazát cserél, nem tudom pontosan. Mi rádiót a cseréltünk. Na. Aztán minden fika indiánnak szára és szára nektek is csak írta ezt. Ezt én nem értettem, de majd elemezni fogjuk egy kompjútere programmal. Így van. No, van az a verzió, amit még mondtunk a, a valamit, valamit kategóriában, mikor a gyerek. Ugye van valakinek egy gyerek. általában a nők szoktak gyerekkel magukra maradni. De miért? Hát mert a bíróság mindig a nő. Ja, hogy valaki már azt hittem, hogy úgy értetted, hogy egy kapcsolatban általában úgy szoktak menni a felek, hogyha ha bárkinek van gyerek, az többnyire inkább a nő. Hát ez így van. Uh -huh. Mert nem hát nem mert nem ugye nem a bíróság tudom, a kiskorú lehet, gyereket általában a nőnek ítéli, ha csak nincs valami nagyon, nagyon súlyos ok, amiért elveheti. De tegyük fel, hogy a nőnél van, aki ugye kellemesen nevelődik, egy kis tapló, itt most nem sértegetni akarom a gyerekeket, de egy kis elkényeztetett majom, akinek minden meg van engedve, rossz, mint az ördög. És, és nem csak hogy harap, rossz, hanem harap, gonosz. köpköd, gonosz, rossz indulatú, undok, önző, ordít minden nyilvános helyen. És agresszív. Be bekakál, és, és agresszív, és, és semmi, se se embert nem ismer. Na most te kapsz egy halál normális nőt, bár nem tudom, egy ilyen gyereknek, hogy lehet mondjuk normális az anyja, de előfordulhat. Hát de miért ne lehetne? Hát, hát most mert most akkor úgy nevelte volna. Tegyük fel, hogy tényleg normális, legalábbis a te igényeidnek megfelel, és hozzá van ez a kis átokfajzat, akivel ugye nem tudsz mit csinálni. Hát nem mondhatod, hogy mikor fölmegyek, drágám, akkor bezárjuk a mosókonyhába, vagy. vagy hát nem mondjuk. verjük. Adhatsz neki pálinkás kenyeret. Hát ma tényleg ezek a házi módszerek maradnak. Azt még lehet, hogy az előszóval megfogni a kis torkát, megrázni, és azt mondani, egy szót szólsz, megöllek. És anyádnak se szólj, egy szót sem, hogy kitaposom a kis beled. Ezt Én lehet neki most És ezt most megiszod, ezt a kis pálest utána beülsz a vécére, és, számolok. és megiszod. És megiszod. Mert oda az ebnek. Lehet ilyet mondani neki, ne, de általában jó érzés ember ezt nem csinálja. Tehát valahogy a gyereket vagy nevelni kell, ami egész fárasztó, de hát főleg egy idegennek, vagy pedig tudomásul venni, hogy van egy, van egy kis átokfajzat, kis, kis, kis gyilkos képezet, aki, ahányszor leülsz a szobámra rögtön alá tesz valamit, beleharap a lábadba, letépi az arcodat, és, és akkor tudomásul kell menni. Azzal lehet biztatni magad ilyenkor, hogy egyrészt majd meg fog nőni, másrészt elképzelhet, hogy előtti majd a troli, és akkor soká kórházba lesz. Harmadik az, hogy esetleg megneveli az anyja. Más verzió nincs. Azt írja nekünk Emzi, hogy de nagy, akkor újra veletek volt. Hát három évet késtő de jobb mint soha. És ez a biztos. A személyzet stílusáért a hotel végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. Így van, és a kísértetekkel, szellemekkel, meg ilyenekkel fogjuk folytatni. A hotel végtelen azt a műsort, aminek van SMS száma, de ezt most nem mondjuk el. Így van, mert ezt a kolléganő bemondta már a múltkori blogban, és egyben választ is adott a, annak a kedves hallgatónknak, aki hmm. aggódott, hogy mennyi fog a rádió perkálni. Hát ennyit. Hát igen. No, van az a dolog, mikor kapcsolatban kiderül, hogy az egyik fél mondjuk egészen realista, materialista. ez megpróbálom még egyszer szót, materialista módon gondolkozik mindenről. Te mondhatnánk akár földhöz ragadtan. Mik partnere, akivel... Vagy -e inkább úgy, hogy reálisan. Há, vagy reál, Igen, reálisan. Valóban ez még jobb szó. Mi is kiderül, hogy partnere, aki teljesen normális és kedves ember, legalábbis az ő szempontjai szerint tökéletesen megfelel neki, erősen okkult gondolkodású, mondhatnám, szellemeket idézget, meg meg, meg olyan szinten házik hogy minden nap a, reggel fél órát tölt azzal, hogy kielemezzen a napi horoszkópot. és akkor első indul dolgozni. Amitől még lehet egy nagyon tisztességes ember, és hogy mit tudom, éjszak a kis fokhagyma fűszereket akaszt az ablakra kísértetelen, meg mindig van nála. Igen, csak ezt elviselni hosszabb távon lehet, hogy fárasztó. Igen. Meg Hát meg, meg egy picit, hogy hol jut a világ. Amikor felszögeli a vadi új, ő, Ika a a patkót, hogy ő, rontás ellen vagy szerencsét hozzon, és de feszít az ablakkeretre, meg fokhagymával bekeríti a házat. Hazamész a szellemeket is. és akkor ott van ez öt, 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 öt a szoba közepén, és pont Kim Jong-il megjelenik. és a a fogai közt mászkál fel alá. Elmélázhatsz, hogy érdemes -e ez neked. Aztán azt mondod, hogy tulajdonképpen ha kiveszik a szájából a WC kulcsot, eloltjuk a gyertyákat, és nem nézek ki, a, nem érzem a fokhagymaszagot, egy teljesen megfelelő ember nekem. Vagy legyen hogy tényleg, mondjuk reálisabb a példát, mondjuk egy teljesen hülye hobbija van, ami nem csak az idejét rabolja, hanem, hanem amikor ezt a hobbit űzi, akkor nem néz ki normálisnak. Mire gondolsz? Meccset néz? Karaokézik. Ja, vagy tamagocsi tetet. Vagy tényleg mondjuk kosárlabdamániás, és amikor kosárlabda meccs van a tévében, akkor Kos... üzöltözik meg. És nem lehet hozzászólni a napokig. Ha hozzászólsz, akkor megsértődik, és elmegy otthonról. Igen. Mondom, ezek olyan dolgok, amiket, amiket valóban valamilyen szinten semlegesíteni kell a pozitív tulajdonságoknak. Tehát itt nagyon erősen érvényesülze valamit valamilyen. Ha csak nincsen birka türelmed, és mondjuk ilyenkor... Elvonatkoztatsz, és, vagy és vagy azt hogy mondja, életet. ilyenkor elmegyek én otthonról, vagy nem nézek oda, vagy én is csinálok Viszont valamit. Viszont, hogyha be téged vonni ebbe a speciális hobbiába, akkor, akkor döntened kell. Akkor nagyon határozottan azt kell mondani, hogy nem. Elnézem neked, hogy ezt csinálod, de én, ne, ne haragudj erre, nem vagyok hajlandó maradjunk abban, hogy ezt a részét az életünknek ne tegyük közössé. Te nézed a meccset, és ordítasz meg magad alá, és sörözöl a szoba közepén, és tökmagot köpköd szét, összeporszívozom, összeszedem a, a tök is, kiviszem az üres üvegeket, és nem zavar ordítasz. Én addig a másik szobában fejhallgatóval zenét hallgatok, de ne próbálj belevonni. Ez, ez egy kompromisszumos dolog, ebben meg lehet egyezni szerintem normális emberek között. Ha nagyon erőszakosan mondja, hogy te is ülj mellé, anyukám, izé, fehér házi, fehér nem be, és ordítsa, hogy hajrá, izé majmok, akkor, akkor ugye már egy kis dilemmába kerül az ember. Igen, és hogyha mondjuk ö, olyan szinten szurkolója az egyik csapatnak, hogy a rivális csapatot gyűlöli. És kimegy este verekedni az utcán. Nem csak az, hogy kimegy este verekedni, hanem nem csak azt várja el tőled, hogy azt üvölcsed, hogy hajrá X, hanem az, hogy... Bocs, <laughs> Rohadjatok bocs, meg! Bocskos Y, adj, <laughs> jaj, de a csapat vagytok, és te, te, mondjuk így, és te nem akarod megserteni, nem akarod megmenteni, és látod rajta, hogy jól esne neki, ha te is ott ugrálnál a tévé előtt, de hát téged ez abszolút hideg hagy. Így van. Ez a gyakori eset. Ez én is így lennék. Én, én nem is forszíroznám ezt. Ha, ha, én ilyen lennék, akkor tehát ilyen hát szituációban te kerülnék. Te nem, vagy megszállott. Ha megszállott lennék, akkor sem hiszem, hogy ö, odáig tudnék süllyedni, hogy, egy, hogy a saját elmebajommal másokat próbáljak ö, molesztálni. Nem tudom elképzelni a szituációt. Én valószínű, hogy a fordított helyzetben nem viselném el. Tehát azt mondanám, hogy jó, hát akkor akkor dug, vagy... dugd a Manchester, de engem hagy Vagy lehet, hogy mondjuk látszólag ezt tennéd, de valójában ez csak egy üres frázis lenne, amit megtanultál a különböző rigmusokat, de gondolatban máshol jársz. Ja, és egy gépésen üvöltenéd, hogy Ali, ale Mocskos kékek, jó! És közben a mi lesz holnap az ebéd, vagy valami. Ilyen is van, tehát meg, meg erőszakolod magadat, és a kedvére. Úgyse fogja nézni, mert ő el, el, elhomályosult gülű szemmel ordít a tévé előtt, és, és mondja, hogy ó, az én drága kis feleségem, is itt üvölt mellettem, micsoda szép család vagyunk. De meg közben, még a GPS-en skandálod ezt a, ezt a kis csúlyogatót, közben azon gondolkozol, hogy mit kéne holnap csinálni. Ez is egy megoldás, nagyon, nagyon nagy odaadást igényel, ez tényleg a valamit valamiért kategória non plus ultrája, mondhatnám csimbora szója. Csomolunk mája. Csom, mit csomolunk mája? Mariana árka csak Mit Mariana árka? <laughs> hold föld távolsága, vagy valami. Üzenetek. Igen. Egy idegesítő kisgyereknél nincs szörnyű egy kapcsolatban. Én megértem az oroszlánokat, hogy miért nyírják ki az idegen kölyköket, MZ. írta ezt? Igen, az oroszlánok valószínűleg másokból nyírják ide a point értjük. Egy idegesítő kisgyereknél valóban nagyon kevés rosszabb van, ugyanis nem tudsz vele mit csinálni. Hát az anyja szeme láttára nem ütheted szilánkokra, ez kétségtelen. Meg hát amúgy sem. Meg amúgy sem illene megfenyegetheted, általában az történik ilyenkor, hogy a, az anyja fog a védelmére kelni, még akkor is, ha előtte ő, ő ordított vele úgy, mint a sakál, mert hogy te hogy jössz ahhoz, hogy az ő gyerekét regulázd, ilyenkor minden nőben felébred az anya farkas, meg az anya tigris, meg az anya sakál, meg bármi. <coughs> Bocsi. Az apa ül, az anya sakál. <coughs> nagyon könnyű téged tehát, 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 itt, itt nagyon erősen el kell találni azt az érzékeny átmenetet, amikor még úgy érzed, hogy hogy a gyerek nem vett át az uralmat fölötted, ellenben az anyát se szabad megsérteni, és, és nekem sem szabad rossz színben feltűnni. Ha elviselsz egy nagyon rossz gyereket, aki pokolá teszi az életeteket, mert van ilyen, akárhogy mondogatják mostában, hogy nincs rossz gyerek, csak eleven, de van kurva rossz gyerek, és nem eleven, hanem el van rontva, el van kapatva, nincs, nincs megregulázva, nincs szocializálva, teljesen mindegy, hogy van. Ha el tudod viselni, sőt, még esetek tudsz rajta alakítani is, akkor egy nagyon nagy dolgot tettél, olyan valamit csináltál, amiért a másik féltől bármit jogosan kérhetsz. És kérjél is. És jár is. Üzenetek. Gergő egy jó csomó kérdést írt, úgyhogy neki esünk. No. Mikor lesz megcsinálva a letöltések az oldalon, illetve nem lesz olyan, hogy letölteni lehessen a régi adásokat, ne csak meghallgatni, és ugyanezt a partizán felvételekkel, vagy van még partizán bál DVD? Na akkor menjünk sorba. Mikor lesz megcsinálva a letöltések az oldalon, ezt többen kérdezték már, folyamatban van a hiba hibajavításom, egy kis türelmet kérünk, nem merek ígérni semmit. Igen. De remélhetőleg most már a napokban ez megoldódik, és akkor újra le lehet tölteni. Azt, az volt a második kérdés, hogy lesz-e olyan, hogy letölteni lehessen a régi adásokat, ne csak meghallgatni. Ez mindig így volt, ment és másként, csak akkor le tudott tölteni. Innyien, igen, bérmentve. a Partizánbál honlap is szerintem még megvan. Így van, hogy ne lenne meg. azon is megvan A partizánbál.hu ott 25 adás letölthet a hotel végtelenen, körülbelül 80-90 adás van, hogyha majd helyre jön a rendszer. Meg ilyen kis adásrészletek. Meg adásrészletek, és hogy van-e még Partizánbál DVD, igen, még pár darab van Pár darab van, ott Ho, mindent megtalálsz, és remélhetőleg a De ha egyszerűbb a Facebookon megkeresre tölteni, valahogy eljuttatjuk hozzá, Azt mondja, nekem oroszlán a horoszkópom, ezt gyilkolni fogom az idegen kölyköket, ezt pán kérta. Hát az oroszlán egy, is egy, ha a horoszkóp szempontjában nézzük, egy elég jól úgyhogy gyilkolt csak őket. Azt mondja, ugyanúgy, érte, hogy ahogy csak amikor szakít a reális fél, és fejéhez vágja, hogy hülye és XY mániás, akkor meg majd lesz, hogy évekig miért nem zavart. Ha valami nem oké, akkor reszeltek. Igen. Ö, nagyon sokan ezt a valamit valamiért dolgot úgy kezelik, ahogy ezt egy toleráns ember kezeli, és valóban egyszer, mikor már minden összejön, akkor bukik ki, hogy tulajdonképpen ezzel is, ezzel is, csak egy szívességet tett a másiknak, és, és kijön rajta, hogy ez sem kellett volna. Ja, alá akartam dobolni a poénot. Hadd menjem, ezt bírom ezt a számot. A személyzet stílusáért a hotel végtelen vezetése nem vállal felelősséget. Kérjük, legyenek elnézőek. Csak a munkájukat végzik. A munkánk pedig az, hogy beolvassuk az SMS-eket, amiket ti költetek nekünk a 70-es, 9 re. Re. re Azt írja hogy az a gáz, ha szereted a másikat, akkor nagyon sok hülyeséget elnézel neki, és nem veszed észre, hogy ez már nem normális. Igen, Emzi, mondjuk alapvetően normális szokott lenni, csak tényleg néha belefut az ember őrültekbe, ahol, ahol vannak nem normális dolgok, és ugye ezt lehet, hogy csak később veszed észre, később tudatosul, hogy miket tűrtél el, vagy, vagy mik miatt nem szóltál. É, igen, és akkor, akkor most... Ilyenkor a külső szemlélő, mikor ezt elmeséled neki, ha valaki ezt elmeséli mondjuk barátoknak, barátnőknek, akkor ugye hajlamosak rákérdezni, hogy no de hát, ha iszik, ha rúgvák téged, ha kurvázik, ha, ha, minden rosszat csinál, akkor miért vagy vele? Mondanád, mert szeretem, ha nő lennél, azt mondanád, és nem tudod megmagyarázni, nem is szokták kérni, hogy magyarázd meg, a külső személy úgyse tudja felfogni. Mondtad azt is, hogy valamit valamiért, ő megcsinálta a sok trágyaságot, én meg szeretem ez a valamit, és ez a valamiért hogy ilyenkor a logikus magyarázat, tehát már amennyiben érzelmi dolgokról lehet logikusan beszélni, elmarad, nem is, ne is várjuk. Fordítva is igaz, tehát ez nő esetében is igaz, hogy hisztis, beképzelt, hiú, dologtalan, költi a pénzt, meg bármit csinál, akkor miért vagy vele, mikor kategóriák a jobb és tisztességesebb nőket tudnál szerezni a te egzisztenciáddal, külsőddel, koroddal, stb. Tök mindegy, mert szeretem. Itt sincs rá a magyarázat valamit valamiért, ő adja magát, biztos, hogy van valami pozitív oldala a nőnek, mert különben azért, ha még, ha még férges is lenne, meg büdös és, és frigid, akkor fel feltehetően semmi használható nem lenne benne. Frigid ez azt jelenti, hogy hideg, ugye? Igen, igen, tehát hideg a neki. Jó, szexész üzenete következik. Sziasztok! Először is a téma szuper. Másodszor az élet szerintem 95%-ban valamit valamiért alapon működik. Legen ha kapsz száz. valamit, annak az árát valamikor a jövőben vissza kell fizetni. Természetesen az ünnepek kivételek. Sajnos manapság már nem jellemző az önzetlenség a világra. Nekem van egy barátnőm, akinek, amikor megismertem az öcsét, abban a pillanatban vágott pofán This is Sparta felkiáltással valamit valamiért. Reflexből olyat basztam a fejére, hogy utána rohangált, mint egy Herél rugott kecskepásztor, és azóta nem érzi magát Leonidasnak, azóta szent a béke király műsor. Na, ez nagyon szép kis üzenet volt, így lehet valóban nevelni. Na most é, egészen... vál, vál. Hány éves volt az öccse? Tehát, hogy mondjuk azért csinálta ezt, mert hogy olyan bohó fiatal volt, hmm. vagy pedig vagy pedig őrült. Inkább volt. csak bekóstolta a valószínű a nővérének az apasiát, hogy megnézte, hogy meddig mehet el. A gyerekekkel teszik ezt. Na, ezt kérdezem, a gyerek volt, vagy. Nem hiszem. Utána éves volt. nem válta úgy szárba, hogy utána körbejárt, mint a tökörögött kecskepásztor. Tehát ezt így kell. Na most ezt egy négy-öt éves kis, kis dzsiványjal nem lehet megtenni, mert hiába vágod állod, hogy elviszi a mentő. Nem, nem. Rossz nem, nem. Itt az SMS-ből bár ez nem derül de én ilyen 10-20 évesnek saccolnám az öcsöt. Hát, lehet. De hát ez meg már milyen a már, szerszés, hogy 10 éves öcsi oda megy, és rába vág, azt mondja, hogy De milyen már ez az egész? <laughs> hát igen. De jól csináltad. Ha, ha így történt, akkor nagyon jól csináltad, és minden elismerésem. Csak az a lényeg, ugye, hogy a barátnőm mit szólt, hogy nagyokat nevetett, hogy milyen jó kijön az új jövővény, meg az ecsém. A kultúrát barátnő a... ilyenkor távol tartja magát az eseményektől, azt mondja, hogy ti dolgotok, játszátok le, de az öcsém vagy téged szeretlek, te a pasim vagy téged is szeretlek, ószátok el egymás közt a dolgokat. Ezt így kéne csinálni, korrektülő, jó, összeverekednének az udvaron, jó, fejberugdosnak egymást, tehát mindig olyan győzni, akit szerette, hát tulajdonképpen nagy veszteség nincs. És akkor már a 200 év múlva beérjük Európát. Hát, és hanem, még, hanem, és hanem. még amit, amit az első levélíró írt, hogy mindennek meg kell valamit valamiért késő. Tehát valószínű, hogy a valamit valamiért nem természetes, hogy ugyanabban az időpontban fog történni. Tehát lehet, hogy évek múlnak el, míg a valamit honorálnod kell valamivel. Tehát nem törvény, hogy aznap. Mert akkor mondjuk, hogy ha ezt a példát veszük, illetve ezt a felvetést, amit mondtál, akkor lehet, hogy úgy gondolkodik valaki, hogy most én elviselem azt, hogy a másik a szerintem gagyi regényét írja, igen. de lehet, hogy a világ felismeri a tehetséget. És a tíz év múlva ebből lesz. Így van. Ha ez szempont, Vagy sikeres akkor azt lesz, mondjuk, hogy nem lesz milliómos, de mondjuk hú, egy ilyen ismert. Akkor kell. ez egy befektetés, tehát a valamiért, valamit megkapja valamiért, csak nem abban az idő pillanatban. És itt a befektetéséért se félre senki, tehát nem anyagi befektetés, lehet, hogy egy ilyen lelki befektetés, hogy igen, hát te bízol a... benne, és akkor de, te a be a bizalmadat, a, a, toleranciádat és a, és a És elviselted az időt, amíg ott firkantálja hát, a ha dolgait. Bejön. Mondjuk rizikós, de még hát, akár Mi be benne a rizikó? Tehát itt maximum azt hát semmi, mert ha mondan, is vele maradnál. Igen. Na, kicsit elcseszte az idejét, de nagy dolog. Vagy pedig kiadják a szép verseit. Meginnoválja itt a költészetet. Innovatív versek akkor ezek szerint. Melyik, melyik, témát vetettük fel? Mert közben a Menovóra annyira Azt, Ha hogyha, hogy hogyha, valaki uh, úgymond megadja a módját a dolgoknak, ez egy picikét uh, ilyen arhaikusabb. Uh... Ja igen, de ez most ma már manapság elég gyakori, hmm. jó, hogy mondtad. Tehát, hogy összekerülnek olyan emberek, hogy olyan világban élünk, hogy hogy nem egységes sem a divat, sem a viselkedés, sem a gondolkodás. Nevetséges mód. vagy nem egységes? Nem egységes, ah, és viszont. néha nevetséges is természetesen. Tehát ő, én már nekem annak idején egy olyan jó X nagyon régen ö, találkoztam én egy olyan lányjal, akivel semmi gondom nem volt, meg neki se velem, pusztán az öltözködésem nem tetszett neki. Tehát ő azt mondta, hogy egy férfi ember nem jár farmenadrágban, meg meg pólóban, csak hát hétvégén a telken. Vászló jár és ingben, és ha úgy alakul nyakkendőben. Tehát ez a kifejezetten ez a jappi, akkor még nem volt jappi, de ez a jappi féle, még ha a pólót vesz fel, akkor is rávesz egy zakót, hegyes, vagy nem is hegyes, de olyan kifényesített cipő, lérevasalt nadrág, és így járkál. És én úgy gondoltam, hogy ez a nő alkalmasít, érhet nekem annyit, hogy hogy, ruhatáradat hogy ezt, hogy a ruhatáramat szelektál, kiselejtezzem, és azért ki nem dobtam semmit, hanem, hanem úgy döntöttem, hogy amikor találkozunk egyáltalán minden nap, azért nem találkoztunk, akkor fölvettem azt a acukát, amit ő elvárt tőlem, és cserébe. Bocsánat, ugye, a cétkának. Köszönöm. És más időmben, tehát amikor barátaimmal vagy, vagy egyedül voltam, vagy bármi más csináltam, akkor ugye rendesen tisztességesen a férfi, hogy ugye öltöztem Western Csizma farmergatja, és, és, valami póló, meg, meg farmerkabát, vagy bőrcseki. Egy idő múlva viszont ö, olyan szinten sűrűsödtek, itt most nem hosszú időről van szó, pár hét alatt olyan szinten sűrűsödtek a találkozásán, hogy gyakorlatilag éjjel-nappal azokban a rongyokban kellett mászkálnom, és ö, akkor, ére, akkor, úgy éreztem, hogy itt a valamiért, valamiért el nem működik nálam. Nem, mintha kardinális kérdés lenne, így most visszanézve, hogy én mit hordtam, vagy mit nem, de akkor úgy éreztem, hogy nem is maga a tény hogy én ezt hordom, tehát hogy, hogy nézek Hanem, ki. hogy beleszól. Hanem, hogy milyen alapon próbál engem bárki megregulázni, ennyire azért nem jól uh, jó nő. Figyú, lehet úgy regulázni, hogy kvázi tanácsot ad jó szándékkal. Persze, csak akkor ne kérje számon. Tehát persze De, hogy, ő hogy... Ő számon is kérte. Persze. De mondhatja, hogy neked jobban áll az ing. De mi volt akkor, áll... amikor azt, hogyha mondjuk azt mondtad, hogy már pedig én farmer meg póló komboba fogok vonulni az utcán. Azt mondtam, már pedig akkor mész egyedül. Természetesen mentem, egyedül. egyedül. Mentem egyedül, persze, csak egy idő múlva ez egy kapcsolatnak a rovására megy. Tehát így. Miért mondod ezt? <laughs> ez Elsikadtak a találkozásaink. Aztán így alakult. Tehát itt, itt, ez volt, hogy a valamit valamiért elvet, én nem tudtam olyan szinten megtartani. Nem ért annyit az ellenárú, mint amennyit nekem befek, be, kellett volna fektetnem. Akik úgymond alkuképesek, és könnyebben tudják elfogadni a más emberek hülyeségét, azok valószínűleg kevésbé fognak beleállni vitákba, de, de melyik a jobb? Az, hogyha te őszintén beleállsz ilyen elvi kérdésekbe, és azt mondod, hogy nekem nem fog beleszólni senki abba, hogy hogyan öltözködöm, Esetleg ebben az esetben jó csomó konfliktustól megkíméled magatokat, vagy pedig, illetve ez esetben jó csomó konfliktust generálsz, vagy pedig megkíméled magatokat konfliktustól, és azt mondod, hogy hát egyre fene fölveszem ezt a vászon akármit. Melyik a jobb? Mert hogyha az utóbbi, akkor az nem fog benned olyan elnyomott feszültségeket generálni, ami egyszer csak ki fog törni. Nem ki. lenne jobb ellenállni, nem is ellenállni, hanem hanem markánsan képviselne a véleményedet akkor is, hogyha lehet, hogy az elején bukó lesz emiatt. Ez mindig a másik partner intelligenciától függ, tehát a partner intelligenciától függ. Tehát ha te azt mondod, hogy ő, neki vannak ilyen elvárásai, maradjunk ennél az öltönyös élére vasargatyás öltözködésnél, neked ez igazából nem annyira fekvő dolog akkor lehet két verzió, te megtagadod. Nyilvánosan megtagadod, és kész a konfliktus. Vétó. Na, tudod, mikor veszem fel én ezt a, 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 magadnál vagy? Majd a izé dzsigoló haverjaid azok. Lehet ezt is mondani. Vagy meghajtod a fejed, és szó nélkül járkálsz olyan bolyász a ruhába, a te szempontjai Köszönöm szerint Köszönöm a, a drágot. De figyelj, nem vágott meg az éle reggel, hoppá, az ingem sincs kivasalva ez a két verzió van, és van a harmadik, mikor megpróbálja az ember megtalálni a kompromisszumot, picit a másikat egy, valamilyen szinten megtéríteni, vagy ilyen kanyarázni neki, hogy tulajdonképpen azért nem csak az utolsó sutyerák börtöntöltelékek járnak farmerban, hanem az emberek egy része is, meg ilyesmi. Nehéz. Ha valaki ezt befekteti, akkor, akkor viszont nyerhet vele. Srácok, lányok, lassan célegyenes. Úgyhogy utoljára mondok el SMS számot, az a 70-es 70-60 Várjuk a témával kapcsolatos üzeneteiteket, illetve a Facebookon is Hotelvételen műsor néven találhatok meg minket, valamint a honlapunk a hotelvégtelen.hu ezeken keresztül is lehet nekünk üzenni, zene után jövünk vissza. A most hallható műsor esetleg sértheti egyes hallgatóink lelki, politikai, szexuális, gasztronómiai vagy vallási érzékenységét. Ezen hallgatóinkat kérjük, ő... találjanak ki valamit. Kérjük, találjanak ki valamit. Remélem megsértettük egyes hallgatóink gasztronomiai, szexuális és egyéb érzékenységét. Találjatok ki valamit valóban. M írtak is egy páran. Na, gasztronomusok. Az Emzi hát azt mondta, hogy ez a karma, jót adsz, jót kapsz. Hát bár így lenne. Hát... Van egy van fajta ideológia, ami, ami alapján ez biztos így működik. Sajnos az élet mást mutat. A gyerek 17 éves, én 19 vagyok. Akkor korrekt volt, így van. A barátnőm csak röhögött az egészen, mert olyan hirtelen jött, utána kezdtem érezni, hogy megfelelő kiindulási alap volt ez a vele való kapcsolatomban, ugyanis azóta egy rossz szavast nincs, és engedelmesebb, mint egy kiskutya. Tudom ajánlani a poroszos nevelési módszert. Igen, hát is ez nagyon még mindig az ez a megy. sztori. Miért? Ilyenről már máshol is pedzegettek, meg hallottam, hogy, hogy a család lánytagját, ugye, Lánytagja, amikor hazavitte az újdonsült pasit, akkor a férfi tagok, hát ideális esetben mondjuk a, a kisebb és gyengébb öcsi, de volt, amikor apa-anya megpróbálták egy picit betámadni a, a lovagot, hogy hát ha valamit... Persze, történik. csak apa-anya, inkább verbálisan, és... Hát ö... pontosan, viszont öcsi, aki úgy érezte, hogy ő most a, a szemétdomb főnöke, is, és úgy és hogy ő a, ő a férfi a háznál, akkor ugye öcsi lehetséges, hogy arcon vágta az újdonsült lovagot, hogy jelezze, hogy itt ez az ő háza mire kapott egy fonákost, és akkor megborult, mint a büdesbogár, és már is érezte, hogy a, el vannak osztva a szerepek. Nem ő az alfa hím, de legalább kipróbálta, ez van. Nagyon korrekt szerintem, ezt így kéne mindenhol csinálni. Azt írja nekünk, Edvárt, hogy megsértette Gaszonom, hogy mert de kitaláltam valamit. Oké, írd meg nekünk. Írd meg nekünk bátran, mi pedig lassan konkludálunk, összefoglaljuk, hogy Van még egy része ennek a valamit valamiért dolognak, amikor a, a az a valami, amiért cserébe az ember vállal valamit, megszűnik. Mire gondolok? Kérdezem Mire Például, hogy maradjunk abban a jól elfogadható tém, részletnél, vagy, vagy mit tudom én esetnél, hogy idősebb, jól szituált, de nem egy kifejezetten alandőlón külsejű férfi ember, az egzisztenciájával, a, a, pénzével és a esetleges hatalmával, na meg persze hatalmával. hétalmával, de meg valamiféle szerethetőséggel is, hogy ezt ne zárjuk ki azért elvből rögtön. Összeszed egy nálánál évtizedekkel fiatalabb, nagyon, jó, nagyon mutatós, hát nem az eszér szeretjük, típusú hölgyet, aki cserébe ezért a, a jól tartásért, hogy fogalmazhatok így, hagyja önmagát, bájait, kegyeit, illetve reprezentál a férfi ember mellett, és akkor mindenki boldog. Ez arra miért mondják, hogy a fiatal csajt megvett az öreg pasi De 30 év, pikpak. De nem is, hogy pikpak 30 év, teljen el 5 év, és egyszer csak a jól menő vállalkozás valami fatális hiba miatt romba dőlik, ugye. Nem halt meg senki, pusztán az történt, hogy elúszott a cég, felszámolás, csődeljárás, stb., és kiderül, hogy gyakorlatilag egy ruppója nem marad a az idősebb, és akkor még jól szituált embernek, Viszont ott van a követelőző fiatal ciha, aki ugye jelzi, hogy hát tulajdonképpen én nem azért vagyok itt, mert téged annyira szeretlek, és akkor a farkad van, mint egy dárda, hanem azért szeret, azért vagyok itt veled, mert ugye, amellett, hogy kedves ember vagy, még úgy jól is tartottál, és nem kellett munkával szennyeznem a kezem. Tehát most mi a teendő? Egy, kitartok melletted, és munkával fogom szennyezni a kezem, és akkor nem tudom, miért vagyok veled, mert ha dolgozom, akkor akár lehetnék is egy igen szegény, de képű fiatal ember mellett. A másik verzió azt mondja, hogy hát nézd, nézd, valamit valamiért kapcsolatunkat megszakítanám, mert te ugye nem tudsz adni nem semmit. Tehát tekintem. Nincs, nincs, miért adnom valamit, úgyhogy innentől a projekt le van zárva, és távozom. Ez a két verzió is lehetséges, hogy aztán melyik fogja, mondjuk ha ilyen szituációban valóban kiderül, hogy... Ide illik az a mondás, hogy bajban ismerszik meg? É, igen, igen hogy bajban ismerszik meg a barátnő. A jó barátnő. Az igazi barátnő. Elképzelhetőnek tartom azt is, hogy hogy ezek után is együtt maradnak, és akkor az emberek, akik udája azt mondták, hogy idáig azt az szajkózták, hogy nézd az ordas kis lotyó, a pénzér fogja a ráncos brét, meg mit tudom én, micsoda, miután a, a, a fickó reggel kukázgat egy kicsit, úgy tud csak reggelhez jutni, és még mindig vele van a az idézőjelben ordas kis lotyó, el lehet gondolkozni, hogy tulajdonképpen akkor mégsem volt annyira ordas És kis ilyenkor lotyó. ugye oda kell menni, és bocsánatot kérni. ez a leggyakoribb, hogy járulnak az emberek, és azt mondják, hogy drága mondtam micikém. ezt, azt gondoltam én ezt. Én régen ezt. rád azt mondtam, hogy te jó helyre tetted a kis formás picsádat. Ez és, igaz, de és, szerelemből. És, 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 és te csak kihasználtad az öreget, és és ne haragudj, hogy ezt mondtam, és hogy rád gondoltam közben, bocsáss meg nekem. Na ez a legritkább. Tehát az emberek ilyenkor azt mondják, hogy hm, érdekes. És ennyi bele tudják. Én azt javaslom, hogy aki lesz a ilyen szituációba kerül, az gondolkozzon el magába, mielőtt leordas kis lotyózik, meg levén kappanozik bárkit. De ha mégis, akkor elnézést kérni, és Ne el magába. Így van. No, nézzük, hogy jött-e valamilyen üzenet nekünk. Addig elmondjuk, hogy mikor lesz az ismétlésünk. hogy... Ez az ismétlésünk nem... szombat este 22 órától. Hallod, Emzi? 22-től szombat este 10-től. Aki nem 24 órás kvarcorája van, csak 12 órás üzemmódon működik, a szombat este 10-től. Miért állnak mondjuk? Tehát kvarcórája. Kvarkóra. <laughs> kvarkóra <ját. gül> az egy túrórája van, az, az ugyanebben az időpontban csak pár nap eltolódással és itt megemlíteném, most mind szentnek saját magam felé hajoljék a kezem. Az adás előtt, tehát a szombati adás előtt 9 órával, 13 órakor egy roktár nevezetű életetlen színvonalas és kemény zenei műsor fog lezajlani ugyanezen az adón, azt is hallgassátok meg, ha megoldható. Így van, hogyha valaki nem tudná, hogy mit hallgat most, a Hotel végtelen a Rádió a 99,5-ös megaercen és uh, akkor most lassan, lassan. Lassan konkludálunk. Lassan konkludálunk. Jó, akkor az, azok az üzenetek, amik még vannak, azok már maradjanak a mieink, mert, mert uh, igazából nagyon jó hozzászólások, de tulajdonképpen csak a, témát nem vinnék túl, úgyhogy köszönjük szépen, de de inkább... Berekeztjük. Berekeztjük. Ezen a, a, az SMS küldés idejét lezárom, és mit mutatok egy tébetűt, és most tompa dobperge, és mellett az új csillag születik kálmán. No tehát, akkor én konkludálnék, megkezdeném, a Vilma hiányában én. Hát illetve Vilma helyett most. Vilma helyett is, és hiányában, is mellett, és miatt. A valamit valamiért el, ahogy egy hallgatónk írta, ő csak 90%-ra tippelt, én 100-ra számoltam. Működik az életben, sőt, mindig ez működik. Sajnos, hogy sokan ezt pejoratívan érték, pedig nem igaz. Az ember akkor is valamit csinál valamiért, hanem semmiféle hátsó csak szándéka, lehet, hogy meg nem önző is tudja. érdeke nincs. Az emberi természet, sőt minden élőlény természet olyan, hogy valamit csinál valamiért. A farkas azért húzza meg a farkasasszonyt, hogy gyerekei legyenek, valamit valamiért. Ő meg azért hagyja, bár nem jó neki, mert szaporodnia hát, kell, ez igen, van az csak mondjuk, Amit mondasz, azok nem tudatos dolgok. Nem tudatos, de akkor is, tudat alatt is az ember mindig valami olyat csinál, amiért valamit kap cserébe egy férfi azért hűséges egy nőhöz, vagy fordítva, vagy nő azért hűséges egy férfihez, mert cserébe elvárja az ő hűségét is, vagy úgy érzi, hogy a szeretete ezt megkívánja. Tehát nincs olyan, hogy valaki önzetlenül, itt az önzetlenül ezt most idézője betettem, tehát ok nélkül senki nem csinál semmit. Ha felveszel az utcán egy, -egy elhullottat, alkoholistát és felállított talpra, tehát nem csak térdenes ott hagyod az utca közepén, hanem hogy hát ha eldől újra, és akkor lehet röhögni, hanem felállított, sőt még a falhoz támasztott, ne Isten mentőt hívsz, abban lehet azt mondani, hogy teljesen önzetlen, mert milyen segítőkész ember vagy. Benned felmerülhet az, hogy ő esetleg jövő héten te ugyanabba a szituációba, és milyen jó fog esni, a téged is felállítanak. Nem figyú van önzetlensége, hogy ne lenne? nem tudom. Én nem hiszem, hogy ennyire tisztán nincs, látszik a dolog lehet, hogy azért, ha, ha egyedül lenne, akkor nem állítaná fel, hanem azt mondja, hogy mit szólnának a népek, hogy én hagyom ezt a földön fetrengeni. Én már láttam a múltkor, a helyó a múltkor az oktagon, ment egy öreg nénike, de az jó nagy darab öreg néni volt, szóval nem volt azért az a kis törékeny ősz, hogy hát mi lehet, bácsi volt. Nem, néni volt, egy hatalmas darab ő, ilyen öreg nénike, aztán szerintem valamit édeslikörözött, övezet hogy valamit ma az oktogon, olyan perecelt, mint a ló. És ott elesett ott a föld alatti mellett, azt fetrengett a földön, és kiabált, hogy segítség fel, de hát nagyon nem üthettem meg magát, mert vér sehol. És akkor én is arra mentem, és láttam, hogy az emberek úgy kezdenek arra felé szállingózni. És mikor én ugye nagy darab erős ember lévén, úgy álltam és néztem az eseményeket, hogy ki segíti már fel, és volt bennem hogy ilyen, hogy többen rám néztek ilyen megvetően, hogy na most miért nem mész oda segíteni, úgyhogy lassan én is elindultam felé. Feltett szándékom volt, hogy nem nyúlok hozzá, nem azért, mert zavart volna, hanem lesznek ott, akik felhúzzák, nem arról van szó. De az én is elindultam, mert hogy nem mondják ma azt a népek, hogy csak itt áll nagy bamba barom, és akkor még nem segít a szegény öregasszonyon, aki mellesleg vagy 20 kilóval volt nehezebb nálam, pedig én sem vagyok kicsike. Azán felemelték nagy nehezen meg ott, leporolgatták meg, kérdezték rosszul, van nem mondta, hogy nincs rosszul, és akkor elengedték útjára. Tudom, nélkülem is Na, meg tudták fut, fut. csinálni. De ez a valamit valamiért. Tehát én megtettem kötelességem a társadalom felé, én elindultam azzal hát, a számot, hogy mindenki megtenné, érted? É, csak nem rohantam Csak mondjam, hogy mindenki úgy alibizne, mint te, akkor megállnának két méterre. És, a baj, és mindenki vár. várná, hogy benyúljon valaki, ezt emeljem már fel. Nem volt kedvem felemelni. Én azt hiszem egyébként, anélkül, hogy itt hosszosan konkludálnik, a, a, majdnem mindenben egyetértek fel abban, viszont nem, hogy nincsen önzetlen. E, Szerintem nagyon sok van szerencsére. Ön... Nagyon sok van szerencsére. Nem hiszem, hogy bárki remélne valakit attól, hogy oda megy a... Tudod mit? Legyen. Legyen. Megegyeztünk ebben. Megegyeztünk döntetlen. Egyezünk meg, és uh, akkor egyezünk meg abban, hogy lezárjuk most a műsort. Úgy, az... már ne szavazzatok tovább. Kérdetjük a győztest. Önzetlenül. Tudományos Fantasztikus Pop címmel egy szuper nem számot nyert a győztes. Ezzel mi például el is búcsúzunk. Így van, jó éjszakát nektek, találkozunk élőben legközelebb. Jövő héten kedden 10-től évfélig. Addig is nézzétek honlapokat, Facebookot, jelöljetek az arcunkat, és jelölhetitek sőt a saját nevünket is. Viszlát, Isten